Jelentésükben terítékre került a félkész baromfi termékek sora, köztük a csípős csirkeszárnyak. A pénteken csomagolt és Fort Chickenbe, illetve Denville-be kiszállított termék veszélyes. Szervusz, Tibe! Jó reggelt! Anya! Hogy áll a könyv? Jól. Sokat gürcöltem vele, átírtam. Ez volt az első változat. Volt már időd rá, hogy elolvasd? Persze. És imádtam. Na és mit gondolsz kritikusan? Szerintem csodálatos. Nem leszek jó író, ha nem kapok építő kritikát, szóval légy szíves. Hát, úgy véltem, hogy a szereplőkből icipicit hiányzik a vonzerő. Így mindjárt más. Írom. És egy kicsit lassú. Őszintén szólva eléggé unatkoztam rajta. Az... őszinteség jó. Nem tudtam, mi történik, és hol tartunk, de ez sehol se volt világos. Nem tudtam rájönni a cselekményre, ami bosszantó, és zavar uralta az időrendet meg a helyszíneket. Értem. És mi indítja be az egészet? Értem. Ez... hű. Köszönöm. De leginkább imádtam. Na menj és taníts kreatív írást. Első fejezet. A csónak gonosz volt. Ő mégis szerette. Első fejezet. A csónak gonosz volt, de nem tudta róla, hogy mennyire. A csónak gonosz volt, de valahogy még az elfogadható szinten. Első fejezet. A vitorlás hajó, a schooner gonosz volt. Alakul? Üdv Fort Chickenben, röppenj rá! Jesszus, a kör bezárult. Ez mennyire elkeserítő. Mizu is, amigo, hé! Te nem a dealer vagy.
Nem, nem, Clint vagyok. Hey, te nem árulsz gombát? Nem, én Clint Hudson vagyok. Az a Hudson? Hudson. Igen, ő az. Engedem. Hey. Tuti nincs gomba? Tuti. Elnézést! Van egy kis bibi... Kap be, Töving. Ne felejtsd el, hogy megbüntettek! És a suli után hazajössz! Baszd meg, anya! Tényleg? Te baszd meg! Nagyon fogsz hiányozni. Nem vehetném le! Nem, a játszótér veszélyes. Vigyázz! Bocsánat, nem láttalak. Talán érdemes lenne jobban figyelni. Hogyne? Hé, passzold ide! Mr. Hudson! Hudson. Üdv, de inkább Clint. Pazar! Kösz, hogy első blikre beugrott, úgy tűnik Mrs. Kenner elrontotta a gyomrát, avagy terhes. Mivel mormon, ez is benne van a pakliban. Én vagyok az igazgató helyettes, az igazgató a Bahamákon van, és tudja, ha nincs ott a macska, a helyettesből lesz a cincogó igazgató. Erre nem így emlékszem. A tanárja túloldalon van, ott kaphat egy csésze kávét, az én ízlésemnek harmatos. A porontyokhoz méreg erős dukál. Nem így van, Mrs. Gordon? Elképesztő. A tragédiák tárháza. Jöjjön be az irodába. Ugorjon rá a labdára. Van mobilja? Van. Sajnos el kell vennem. Ez most komoly? Igen, ez momentán mobilmentes kampusz, és amit a gyerektől kérünk, azt magunktól is elvárjuk, szóval passzolj át a fosfont. Hoppári. És felhívom a figyelmét, hogy ez itt egy rendes kis hajó. Jó, az úgy a jó. Különösen, hogy éppen így mondta. Mivel egy hajóról írok könyvet. Inkább csónak. Itt van nálam. Ha azt kéri, hogy írjam le a pedagógiai filozófiámat, vannak iskolák Bostonon kívül, amikben abszolút-e forradalmasítják az oktatást. Mire valók a macska körmök? Vissza akarom vinni a srácokat a predigitális korba. Nincs mobilteló, és ha Dézsából öntik az esőt, akkor is kirángatom a gyerekeket a szünetben az udvarra. Sőt, kizárom őket. Ne legyen kétsége. Íme az iskola térképe, Mrs. Kenner a 12-esben van. Nincs rá szükség. Hajdan ide jártam. Még 88-ban. Hé, hey, tudja, hogy mi ez? A tökély csúcsa. Hogyne. De a Stuckerrel nem viccelek. Nem. Suliban sose? Ja. Ez nem poén. A mostani partnerem, David, lehengerlő. Egy kicsit idősebb, de a teste, mint egy görög szobor, ha lehetek veled őszinte. És ahogy rámarkol, az olyan, hogy öröm vele játszani. Puha, de mégis erőteljes. Teniszpartner! David a teniszpartnerem. Hello. Nem tudja, melyik Mrs. Kenneré? Pajti, én nem tudom, melyikből iszik a ribi, de egy dolgot tudok. Tudom, hogy ez itt egy erőszakgomb. Beindít egy rohadt nagy riasztót, ami a rendőrségen szól, és 2 perc és kijönnek. Szóval vésd az eszedbe, hogy mindent a szemnek és semmit a kéznek. Tudod, miért van ez a gomb? Ne válaszolj, mert elmondom. Mert Illinois államkormányzata nem hiszi el a polgárokról, hogy előbb vigyázatosak, értelmesek és betartják a törvény szavát. Értem. Akkor ezek közül lesz egy... A nő egy kicsit morcos fajta. Szűzanyám! Lucy! Lucy McCormick! Én vagyok, az Clint! Uramisten! Na hát, hogy kerülsz ide? Nos, Mrs. Kenner helyett jöttem. Ó, te jó ég, ez isteni! Úgy tudtam, New Yorkban élsz. Igen, így volt, Brooklynban. De egy ideig itt vagyok.
Chermannél lakom. És ő ki? Az anyám. De inkább olyan, mint egy vendégház. Ez... Szóval tanár lett belőled? Nem. Nos, azaz, igen, én helyettesítettem New Yorkban, de igazából író vagyok. Az remek. Hát... Jesszus, ez tébolyító kánikula. Különösen meleg van. Igen. Véd, ismered Clintet? Nem én, Wade Johnson, örvendek a szerencsének, ami forgandó. Igazából már összefutottunk, mert rám parkolt. Mire célzol? Semmire, nem baj, csak az van, hogy olyan közel parkolt, hogy nem tudtam kiszállni. A kocsimnak dupla éke. Micsoda? Dupla éke. Dupla ke. Dupla ke. Dupla ke. Dupla ke. Dupla a kereke. Dupla kereke. Dupla elke. Dupla elke. De a dupla ke. A dupla ek. Ezt nem értem. Van két plusz kerék hátul. Világos? Aha. Dupla kerék. Na, Clint. Hallom, hogy író vagy. És mit írtál? Nem olvashattál még. Épp az első regényemet írom. Tényleg? Igen. Igen, igazából ezért költöztem haza, tudod, de hogy bevackoljak és kibontsam a sztorit. De kéne pár sékel. Sékel. Héber, szó a pénzre. Oké. Na hát, jó neked, ez olyan izgis. Köszi. Miről szól? Ez egy horror regény. Egy pasasról szól, aki csónakot vesz. De kiderül, hogy azt démonok uralják. Mint Krisztint. Tessék? Krisztin, Stephen King. A pasas vesz egy démon autót. De ez egy csónakról szól. Akkor a Féktelenül kettő. Főhős? Jó, persze, Sandra Bullock. És? Keanu Reeves. Jason Patrick! Persze. Én totál oda vagyok Jason Patrickért. Jason Patrick? Oh, elveszett fiúk. Nem vesztek el. Kiefer. Csak vámpírok lettek. De, elvesztek. Na jó, hajrá! A te termed pont az enyém mellett van. Oda kísérlek, ha akarod. Jó. Klassz lenne. Te annyira kurva ocsmány vagy. Ha a seggemnek segge lenne, az lenne ilyen. Igen, te lennél a seggyukam seggyuka. Így nézne ki egy bárányhimlő, és ha a himlő aranyérrel is járna. Igen, ha a bárányhimlő a seggemből jött volna ki. És itt vagyunk, a negyedik esterem. A tiéd meg a másik. Sok sikert. Rikkan csak kell valami. Vagy szólj Wade-nek, ott a sportolók irodája. Igen, mi lehet vele? Nagy pöcsfejnek tűnik. Ő a pasim. Bocs, hogy késtem. Kis baráti segítség. Elhívod meg mi. Azonnal tedd le. Hé, kért valaki helyettest? Fapofák. A bácsikám gyomrát a rák vitte el, de az eszét a vállása. Na, mindegy. Így telt a hétvégém. Kezdjünk hozzá. Könnyen lehet, hogy minket egy mindenható úr teremtett, aki halni küldte az egy szem fiát. Vagy korábban majomként ugráltunk, akik egymás szájában turkáltak, míg egy napon így szóltunk. Nem kell ide ennyi szőr, elég a fejre, meg a herére. Ki tudja? Én nem. Mert Illinois állam nem tűri a véleményemet, Hank. Tudom, helyettes vagyok, de közben barát is.
Nem olyan régen éppen ott ültem, ahol ti most. Mi több? Ne tegyétek közzé, de szólítsatok a kereszt nevemen. Cookie? Mi? Nem! Nem mondhatsz... Oké, nem. A nevem Clint. Jó, akkor... Csak legyek Mr. Hudson. Nos, én nem vagyok igazi tanár. Csak pénzért helyettesítek. Igazából egy horrorregényt írok. Nem rossz, mi? Ja, fasz a köcsög. Micsoda? Hogy hívnak? Hazafi. Ide bukott. Kussolj! Ez a neved? Így van. Szeptember 11-én születtem, az úr aznap küldött le. Ezért, amikor 18 leszek, beállok a seregbe, hogy írtsam a rongyfejeket. Hé, nagyon nagy a terhed. Elsőként féket tudnál tenni a nyelvedre, Hazafi? Különben kiküldelek. Amíg maga ugatott, én 100 pinát néztem végig. Jaj, add ide. Miért? Mert nem is lehetne nálad, a Diri mondta. Mit szól, ha elkezdek sírni, és azt mondom a szüleinek, hogy illetlenül fogdosott? Bácsa, nem írtál valamit egy Priusra ma reggel, ugye? Jó. Szóval, véletlenül itt van a regényem első változata. Ki akarja felolvasni az első fejezetét? Aztán lehet beszélni róla. Jó. Hogy hívnak? Böcs. Kelvin. Kelvin, gyere ide. Mehet. Első fejezet. Trent szerette a hajókat, de amikor minden pénzét erre költötte, nem tudta, hogy a gonosz útjára lép. Pénzügyileg egyszerű volt, csak át kellett... Jól mutatnál egy horrorban. Így került hozzá az Emery, ami nem annyira hajó volt, inkább csak egy vitorlás csomó. Hé! De Trennek... Hallod, mit mondok? Mi lemegyünk az iskola orvoshoz. Na gyere, gyere! Gyere! Nem vagy kis pisis. Mutasd haza, fihad nézzem. Muti! Ezt össze kell ölteni. Itt semmit sem tehetek érte. Be kell vinni a fiút a kórházba. Semmi vész. Hazafi kibírja. Igaz, Hazafi? Katona vagy? Gyönyörű, mágikus gomba. Szóval az egyik diákom leharapta egy másik diák arcát. A te napod milyen? És ne haragudj a reggeliért. Mi történt? Csak pöcsfejnek neveztem a pasidat. Nem tudtam, hogy jártok, és most elég hülyén érzem magamat. Nem, az osztályban mi történt? Egy... lány nekiugrott egy fiúnak. Megharapta, lementünk az orvoshoz. És a lány már a Dirinél van? Ne viccelj! Pacsit érdemel, az a srác egy tahó. Megharaptad a haveromat! Mi van, beteg lettél? Héri Bac! Én csak azt akartam mondani nekik, hogy író vagyok, aki New Yorkból jött le ide, hogy jobb arc vagyok, mint az átlagos tanárok, és mókás lehetett volna ez a nap. Mindig pikkelnek a helyettesre. Jó, de
más volt, amikor mi nőttünk fel. Ezek itt már nem is gyerekek. Bassza meg! Ilyen vicces a foci. Hollalá! Igen, egy pazarparti. Téged zabálnának a csajok forcsikenben. Igen, egy forcsikeni csaj. De a legdögösebb. Mi történik itt, gyerekek? Mit csináltok? Mit bénázok? Nem te. Igazgató helyettes úr! Igen, a Gólival beszél? Beszedtem el néhány gyógyszert orvosi célból, így talán nem látok minden dolgot helyesen. De eléggé biztos, hogy látom kint a suli néhány diákját. Amit éppen Mr. Petersent fogyasztják. Persze lehet a gyógyszer hatása. Lehet, hogy engem csak megbíztak, de ti megvagytok húzatva! Ne! Murszitizen van! Be van gyulladva a könyököm! Ki a napközis tanár? Olyan jó, hogy itt vagy, Clint. Én is örülök neked. Odas, horró! Júi! Valaki hívja a rendőr! Várj, megnyomom a gombot! Gyerünk, Johnson! Mi a búgattyús picsa van veled? Mi a tosz van ezekkel? Ott van Wade! Jézus! Jól van, figyelem! Én nem jönnék közelebb! Válogatott focista voltam, ti meg csak kis pisisek! Na jó! Mindezt akartuk tenni az igazgató helyettessel! Én biztosan ezt! De... itt húzzuk meg a határt! Nem lehet felzabálni a tanárokat!
Helyettesre, és elkezdték üldözni az... Halló? Halló? Nincs vonal! Ezek kurva gyorsak! Kétszer voltam az év hátvége annak idején, és lehettem volna harmadszor is! De megbundást! Mi a faszt akarsz ezzel? Hogy ne menjetek ki! A srác... Ne! Angela! Angela! Én vagyok az Mr. Lacey! Jön Dave! Ott van Dave! Látjátok! Nem lesz itt semmi baj! Baszki, megjött a járt! Nem bukok le! Figyelem! Figyelem! Mondjátok el szépen, hogy mi a baj! Mi van, cseresznyés? Mi te voltál végre? Vagy mi a gáz? Segítenék! Én vagyok a helyi Batman! Segítek! És nem csak azért, mert ő az egyetlen színes diák a suliban, a különbözőség örömet okoz. Mi bajuk van? Miért ki? Ne, várj! Tracynek igaza van. Kelvin, jól vagy? Nem tombol benned vérszomd, vagy ilyesmi? Miért kéne? Készülök a Dolira. Helyes! Hogy haladsz? Picsába a Dolival! Magaslati pontra kell jutnunk. Jól van. Gyere, Kelvin. Te velük jöhetsz. Erre! Ide! Gyerünk! Gyertek, gyertek! Zárjátok be! Gyorsan, siess! Mindenki jól van? Igen. Ha egy percig csöndben... Felé, nyomás! Jól van, siess! Gyorsan, gyorsan! Jó, ez biztonságos. Az ajtó zárva, az ablakon meg nem jutnak le. A telefon itt sem működik. Elmagyarázná valaki, hogy mi folyik itt? Mégis mi a fene folyik itt? Biztos a rep tehet róla. Én is utáltam a tanárokat, de sohasem akartam megölni őket. Tetvesek lettek. Mi? Mindig is ezt mondták Shelleyről. Tetvek, mert piszkos.
Kelvin, ez nem valami szép. Igaza van. De részben biztosan. Megmutatom. Gyertek! Véd, nem esett bajod? Jól vagyok, Béli. Itt vannak a rút hólyagok. Ez egy vírus. Jól vagyok. Itt jó helyen vagyunk. Mindenki jól érzi magát, és semmi bajunk. De ez azért eléggé érdekes. Én tudtam, hogy megúszunk. Megnézném, hogy mi van a fejedben. Ó, elment, hogy máshol gyilkoljon tovább. Jól van, mondom a tervet. Lemászunk a párkányon, leugrunk a földre, és lóhalálában loholunk a kocsikhoz. Slussz! De megpróbáltad lefutni őket. Azt mondta, túl gyorsak voltak. Igen, de azóta már lett egy fegyverem. Hegedű? Ez nem csak egy hegedű. Ez a halál eszköze. Hozzuk létre a halál szimfóniáját. Mindenki kapjon hangszerre. Tessék! Ez lesz a tiéd. Hát ez szörnyen hatékony. Enyém a vezetés. Hát te mit vállalsz? Azon túl, hogy kávét locsolsz más emberekre. Hülye könyvet írsz, amit senki se olvas, egy pasiról, aki megkúr egy hajót. De szó sincs róla, hogy megkúrná a hajót. A könyv arról szól, hogy az embert megszállja a tenger. Meg akarja dugni a hajót, ez nyilvánvaló. Figyelj, te is, TV King! Van egy mobiltelő nevű találmány, amit az idióta iskolátok magához vett. Jussunk el az irodába, kapjuk fel a telókat, és hívjunk valakit, aki karanténba zárja a gyerekeket. Be vagyunk zárva, ha nem vetted volna észre. Beszorultunk ide, és tetves kis porontyok nyüzsögnek a folyosón, akik a hegyes fogaikkal cafatokra szaggatnák a képedet! A tejfogaikkal, mert a csontfogaik még nem nőttek ki! Tudod mit? Intézd a halál szimfóniáját. Én inkább kisurranok ott, ahol nincsenek gyerekek. Ó, te majd kisurransz, mi? Kisurransz, mint egy kis hobbit! Kizárt, úgy kell nekik rontani, mint egy kurva ork! És ez a különbség kettőnk közt. Nem fogok surranni! Nem a fogok lopakodni a folyosón, mint egy mocskos kis mókus! Fogjátok be mindketten! Csak akkor jutunk ki élve, ha jó képet vágunk hozzá, és kijövünk egymással. Rendben. Tudod, mivel győztem le a terroristákat? Pozitív hozzáállással. Igaz. Így volt. Nem hiszem, hogy a telefonok megszerzése feltétlenül jó ötlet. Habár az is pompás, hogy felveted, és minden javaslat hasznos lehet. Várj, eszembe jutott valami. Micsoda? Csak egy ötlet a gyilokvízhez. A hős csapdába esik a hajón, és anyám nem értette, miért nem hív segítséget. Rájöttem, a mólón hagyta a telefonját. Miről beszélsz? Ó, bocsi, a könyvről. Észnél vagy, baszod. Megáll az eszem. Az a címe, hogy gyilokvíz. Na jó, hölgyeim! Nem tennék későbbre a mai könyvklubjukat? Véd, azt hiszem, talán a te ötleted se, szóval az se az igazi. Komolyan mondod? Sajnálom. Akkor mi a javaslatod? Hogy várjuk meg itt, amíg 3 óra lesz. Oké, mi lesz 3-kor? 3-kor minden szülő eljön a gyerekéért. Felmegyünk a tetőre, és jelezzük, hogy baj van. Ó, ez jó ötlet. Nekem bejön. Jobb, mint a tiéd, baszod. Mondjuk annál akármi jobb. Clint, minden oké? Mintha... Ne, jól vagyok, semmi bajom. Mi történt a karoddal? Ó, semmi, csak... Basszus! Mi van? Ez csak egy karcolás. Megfertőzték a rohadékok. Nem, de hogy ez nem, semmi sem. Te is elkaptad a kurva tetveket. Már... Én jól érzem magam. Nem, most elkezd. Végd! Semmi karanténba, ne felüllöd. Engedj ki, pöcsfej. Senki nem mehet be. Én bemegyek. Doug! Ne! Nekem nyolc. Megszakítjuk adásunkat a különös Fort Chickeny hírek miatt. Elnézést, figyelmet ki! Lehetne, hogy mind ide figyeltek?
Ne kelljen többször elmondanom, hogy maradjatok csöndben. Csöndet kérek! De nem szólalt meg senki. Rebecca! Csöndet kérek. Köszönöm. Az a véleményem, hogy Clint elkapta azt, ami a srácokat is megfertőzte. Uram, atyám! De úgy tűnik rá, nem olyan hatással van. Mindössze a gyomorrontás tüneteit produkálja. Szédülést, görcsöt, egy kis hasmenést, hányást, némi anális szivárgást. De az lenne az elméletem, hogy egyelőre nem árthat nekünk, nem áll szándékában megölni, vagy kitépni a Viktoriát. Simán elcsapta a hasát. Álljunk csak meg! Hogy lehet, hogy ezt mind tudod? Nos, Rebecca, megvizsgáltam a nedveit a történelem legősibb tudományos eszközével, a kezemmel. Nyugalom, kesztyűbe! Ne! Nem. Nem, nem abban. Ó, a mindenit, Doug. Te tényleg nem vagy százas. Na jó, oké, semmi pánik. A helyettes bezárva marad a szobában. Ha a baj minden jele elmúlik, 3 órakor megbeszéljük. Közel, Grisem. Vigyázzat, hányás van! Jézus! Bocsi, csak óvatosan! Hogy érzed magad? Gyere, már nem lesz semmi baj. Ez a tiéd. Köszönöm. Várj! Tudom ki az. Az SM elnöke. Részed Dobkins anyja. Mindig ő nyitja ki a kaput. Hé! Itt vagyok! Segítség! Jelentse be! Hívjál rendőrséget! Vigyázzon! Bármelyik percben széteshet, igaz? És mi lenne a gyerekek érdeke? Segítség! Hívja a rendőrséget! Segítség! Nem esik semmi baja! Már ott is egy. Jaj, Steve, ezt nem veszem be, tudom, mi van a suliban, töviről hegyire, érted? Gyerünk részről, igyekezz! Akart foci edzésre menni, vagy sem, aranya? Nem vagyok hajlandó egész évben annyi halom könyvet cipálni, világos? Nem! Részem, mi a nyavaját művelsz az öcséddel, mi? Mit művelsz? Mennek. Én megmondom! Muszáj szólni a többieknek! Bármikor ideérhet a többi szülő is! A többit is lemészárod! Jó ég! Szerint is hagy! Szerintem! Szerintpofán! Közülünk való! Nézd az arcát! Nincs rajta himlőhely! Húzzuk fel! Támadás! Mind jönnek! Húzzunk innen! Gerünk!
Védén. Úristen, úristen, úristen! Te mi lenne, ha Kelvinnel ide jönnétek hozzám? Ez a srác mindig cikizett. Kelvin! Megnézem, tartanak-e az ajtók. Egek, ura! Miért fekete a vére? Nem tudom. Erre én is kíváncsi vagyok. De ahhoz fel kell boncolni. Ide nézzetek! Jól vagyunk! Jól vagyunk! Tudjátok, mi még önmagunk vagyunk. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert nem haraptak vagy karmoltak meg. Engem igen. Nincs semmi baj, csak eredj ki a mosdóba és mosd le jó a szappannal, hogy ne fertőződjön el. Jó lesz így? Nem tudom elhinni, amit csinálsz. Azokban a fiúk pisilnek. Olyan gusztustalan. Az gusztustalan? Nem gusztustalan, hogy a fiúk egymás péniszét bámulják. Mert lenne az probléma? Most nagyobb dolgok miatt kéne aggódnunk. Ez érdekes fejlemény. Yes, és a... Úristen! Anyám! Most felnyitom az agyát. Ajj, ledőlök! Részi a jó életbe! A hírek bizonyítást nyertek. A gyerekek ki tudja miért brutális támadást intéztek a szüleik ellen a Fort Chicken általános iskola előtt. A városban máshonnan is jelentettek áldozatokat, és a hatóságok még nem is tudnak a történtekről. Ne szálljanak ki, ne menjenek el a... Töki, ez aztán a durva Flash. Te is begombáztál? Szia. Hozhatok valamit? Most szívesebben lennék egyedül. Véd, beszélhetnék veled. Nincs hozzá kedvem. Tudom, de nekem van. Akkor csacsogd meg az új pasiddal. Clinttel csak osztálytársak voltunk. 15 éve nem is találkoztunk. Bejöttem ma reggel. És láttam, hogy Clint rád repült. És te vihogtál rajta. Most szórakozol? Nem szórakozom, Lucy. Ezt hiába is tagadnád. Tagad le! Csak beszélgettem Clinttel. És sajnálom, ha ez fájt neked. Nem azt akartam. Aha. Nézd, sajnálom. De tudom, hogy egyikünk se ilyennek képzelte ezt a napot, amikor reggel felkeltünk. Semmiképp. Ennek a napnak másképp kellett volna lennie. Nem tudod mennyire. Tegnap gyűrűt vettem neked. És aztán bejöttem, és ahogy nevettél, és vigyorogtál arra a kis köcsögre. Tudod, mi jutott eszembe? Azt, hogy hű, milyen szép, amikor mosolyog. És hogy miért nem látom soha ezt a mosolyát. Majd beszélünk, Lucy. És most menj a picsába! A prognózis nem jó. Mint látjátok, a fehér és szürke állomány java részének... Rebecca, elhallgatnál? A fehér és szürke anyag jó része fertőzött. A nekroptózis az előre haladott bomlás jeleit mutatja. A fekete részek immár elhaltak. Tud ugrani, futni, enni, de már nem ember többé. Nem igazán. A kérdés az, ezt honnan tudod?
Minden tudok az agyról, mert gyerekként beleállt a koponyámba egy hathüvelykes vashegy. Talán észrevettétek, hogy emiatt időnként nem a megfelelő szórót használom. Szót? Szót. A baktérium nem jut át az agyvérgátján, és ezért azt hiszem, ez sokkal inkább egy vírus. Milyen vírus válthat ki ilyesmit? Egy ocsmányfajta. Kelvin szerint Shelley Linker harapott először, nem? De. De mi van Clint-tel és Tamarával? Ők csak rosszul lettek. Van erről egy elméletem. Várjatok egy kicsit. Tamra! Igen? Megjött már a menzeszed? Hát ez... Tudod, azt kérdezi, hogy véreztél-e már? Nem tudom, miről beszél. Van rajtad melltartó, nem? De. Köszönöm. Ez ötös alá, Tamra. Kicsit csalódtam, hogy nem tudtad, mi a menzesz. Miért idióták tartják a felvilágosítást? Clint, csöndet kérek. Úgy tűnik, a vírus érzékeny az androgénre. A fiatal test ösztrogént és tesztoszteront termel. De a pubertás beindítja a test mirigyeit, és nagyjából 2000-re növeli a gonadrotopin termelést. Hova akarsz kiukadni? Beszélj emberként, Léci. A vírus csak akkor veszélyes, ha még nem vagy túl a pubertáson. Nyugi, és enni pánik! Kelvin! A francba! Mi? Kelvin! 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 Gyertek ide! Te jó Isten! Kelvin, ébredj! Ébresztő Kelvin! Nem fogozom. Cukorbeteg. Muszáj ennie valamit. Kell egy műzli szelet, vagy üdítő. Véd, van nálad nasi, vagy ilyesmi? Van nálam kreatinport. Inkább cukor kéne neki. A testemben nem lesz szénhidrát. Ez mi volt? Biztos az egyik zakkant gyerek, aki egész nap ki akar csinálni. Jó, de ez onnan jött. A kazánnál vannak. Az nem lehet, megnéztem, és minden ajtó be volt zárva. Jézusom, kulcsuk van! Gág, azt mondtad, nem képesek ilyesmire. Így igaz. De tévedtél. Be fognak jutni, mindig halad meg. Nem lehet vége, még nem jelentem meg. Bocs, véd, de azt hiszem, mégsem megyek hozzád. Ó, bassza meg, ez csak a takarító. Hatácsi! Hogy kerül ide? Nem égnek a lámpák. Maga itt él lent? Igen. Mikor lesz ennek vége? Hová megyünk? Úristen. Hol vagyunk? A gyereknek segítség kell. Cukorbeteg. Van étele? Nori! Ó, oh, Heiner! Ez is. Azt hiszem, ez nem jó, nem? Mikrosütő! Beindítjuk a vészhelyzeti rádióadást az Illinois állambeli Fort Chickenből. A polgármester úr azonnali hatállyal elrendelte a Winslow-tól keletre lakók evakuálását. A hatóságok egy veszélyes vírus terjedéséről beszélnek. A jelentésekben... Itt hagytak. Meg fogunk halni, ugye? Nem, nem fogunk. Van egy automata a tanáriban, nem? Van. Véd, hányan férnek a kocsidra? Mondtam, hogy dupla az eke. Dupla ke. Hogy dupla eke van. Kb. Max 8-an. Hol van a kulcs? A jackinben maradt. Azaz hol? A tanáriban, ahová nem tudunk visszajutni. Ez hova visz? Légkondicionáló. Szóval a járat elvisz egész a tanáriig. Nos, elpusszunk a tanáriba.
Hozunk valami kaját Kelvinnek és véd kulcsait. Visszajövünk, rendbehozzuk Kelvint és a parkolónál mászunk ki a járatból. Útközben felvesszük a mobilokat is. Helyes. Jó, de ki fog bemászni? Ki eléggé töpszli ahhoz, hogy beférjen? Én? Nem kenyerem a hősködés. Soha nem mentem túrázni. Blogot írok, rajongok az Apple cuccokért. Ez a komfortzónám. Meg vagyunk! Azzal, hogy rád bízom, a kezedbe helyezem az életemet. Körbe, körbe, pont, pont. A tetvekkel így nem lesz gond. Ez majd megvéd. Kösz, Tamara. Csinálod, csak bíz magadban. És a farkad is az eget veri. Ó, kapd be véd! Te kapd elég, be! Elég, mindketten hagyjátok abba! Tudjátok, hogy kik ilyenek? A diákjaitok ilyenek. Nincsenek diákjaim! Író vagyok, nem tanár! Igen, önjelölt író! Tudod mit? Én is önjelölt vagyok! Dág, megveszed a könyvem! Ebben egy szó sincs. Tudjátok mit? Én is felmegyek! Lucy, mi ütött beléd? Nem! Semmi olyat nem tehetsz, amivel meg tudsz állítani! Ha be akarok menni abba a kurva szellőzőjáratba, akkor bemegyek! Úgy is megdöglök, mint az összes többi faszfej. Csak előbb megpróbálok valami bátor dolgot csinálni. Egy végső, egy értelmetlen, de kedves gesztusként. Egy vacak, kegyetlen világban, ami fogja a kedves gesztusokat, és leszarja, és lepisálja az összeset! Mondjak még valamit! Mivel, hogy nem sokára, mint tettemmé váltok, mondhatom! Gyűlölöm az egész kibaszott bandát! Csak én vagyok az, csak én! Veled megyek, akár tetszik, akár nem, szóval kuss! Oké. Okay. Tiszta ideg lettem. Akkor is fel alá jár, amikor éjjel telcsizik. Rohadtul röhelyes. Honnan tudsz róla? Nehogy, hogy baja essen, te kisek dugasz! Tényleg? Ez fura. Mert éppen azon voltam, hogy bazi nagy baja legyen. Lepréselek, aztán kiheréllek! Köszön, segítesz nekem. Szívesen. Thank you.
lesz az. Dollárod? Van. Védkulcsai. Megnézem, hogy ott vannak-e a telefonok. Ne, meg kell várnod. Nem, nincs rá idő. Te hozd a műzli szeletet, én meg a mobilokat. Jó van, de vigyázz. Jó. Gyerünk. Felfalt hullát láttál? Még mindig riasztó, de már korán sem annyira. Baszki! Vigyázzatok! Felétek mennek az előzőben! Hozok lakatot. Okay. Tessék, adjatok még! Itt van! Gyorsan, jönnek! Gyorsabban! Sziak! Sziasz! Megvan! Miért dobognak? Mit akarnak ezzel elérni? Egyben vagytok. Tartjuk a frontot. Kösz, hogy szóltál. Nem is tartjuk a frontot. Kelepcébe kerültünk. Jesszus, a gyerekek betörnek ide. Cafatokká téptek minket. Tracy, nyugalom, szedd össze magad! Azonnal! Tudod, bocsi, de hát... Nyugalom! Jól vagyok. Teljes. Köszönöm. Higgadj le!
Lehiggadtam! Az előbb mondtam, hogy nyugodt vagyok! Ez minden idők legrosszabb hétfője. Tudod, talán nem a legjobb időzítés, de tartozom egy vallomással. Amikor ma reggel megláttalak, csak színleltem a meglepetést. Tudtam, hogy itt tanítasz. Mi? Tényleg? Eléggé le voltam robbanva, és látni akartalak. Ez butaság, hiszen vagy 15 éve egy szót sem beszéltünk egymással. Hiszem, valahogy éreztem a hiányodat. Bocs, ez akkora kreténség. Nem, dehogy kreténség. Csak meglepődtem. Hallottam, hogy New Yorkban vagy, valóra váltod az írásról szőtt álmod. Ja, lenne még egy vallomásom. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy nem vagyok tanár? Hát az hazugság volt. Abból éltem New Yorkban. Igazán? Igen, igen. Ott én 2 évig elsősöket tanítottam. Mármint azt hittem, ott lesz időm érni, ám szabad időmben, de sajnos kiderült, hogy nincsen szabad idő. A tanítás a legnehezebb kenyér. És néha ránéztem a gyerekekre az osztályban, és azon kaptam magam, hogy kezdek irigykedni. Ott az egész világ előttük. Előttük áll az egész élet. Egy csomó lehetőség vár rájuk, amiket elszalasztottam. Mi van? Semmi. Azt akartam mondani, hogy tévedsz, de van némi igazad. Ó, ez írtó igazdalok, köszi. Talán nem kellett volna. Tudom, én nem törhetek be így az életedbe. Még akkor se, ha rühellem a pasidot. Csak egy üvegbor kéne. Igen. Az egyik zsák biztos tele van sörökkel. Egy marék ritalinnal és egyéb nyugtatókkal. Várj. Annyi mindent nem csináltam még. Mondjuk szerettem volna lőni egy uzival. Nem is tudom. Én nyuszit akartam. Mindig szerettem volna nyuszit nevelni, de sose tettem. Tudjátok, mit akarok? Tudni, hogy a sógorom miért keres 10-szer annyit, mint én. Tudjátok, hogy miből él? Óriás habújakat gyárt a foci meccsekre. Mi meg közöljük, hogy tanárok vagyunk, és úgy néznek ránk, mint a szerencsétlen faszokra. Mi meg elküldjük őket a picsába. Mi neveljük a gyerekeiteket. Szeretem a munkámat. És a tanár tiszteletet érdemel. Igen. Sajnálom, hogy csak ma vált világossá, de... Tényleg kedvellek benneteket. Mindig is szexelni akartam egy nem fehér prostituáltal. Van ott valaki? Véd! Szia! Jól vagy? Igen. Hey, Lucy, ami az előbbit illeti. Véd, ezt majd máskor megbeszéljük. Ezt nem most vegyük elő. De én beszélni akarok róla, Lucy. Szeretlek. És nagyon sajnálom, hogy ma bunkó voltam. Clint nem hallja, ugye? Nem, nincs itt. Helyes.
mert én tudom, hogy nem rajongsz a városért. És kiskorodban biztos nem azt képzelted, hogyha felnősz majd, egy tornatanárral fogsz kavarni. És egyszer csak féltékeny lettem, hogy jön egy buccos, flancos New Yorki író palánta, aki... Ne, vár! Tudom, hogy mindig ott akartál élni, és tudom, hogy ez olyasmi, amit én nem tudok. Védd itt, Clint! Fordulj fel, köcsög! Add vissza neki! Nem vagyok New Yorki sztár. Csak egy Fort Chickeny nyomorult. Anyámmal élek, ott alszom, ahol bepisiltem. Te jóképű vagy, és Lucy kedvel, és ha összeillők vagytok, én örülök neki. Bocsi, hogy belezavartam. Tényleg jóképűnek tartozsz? Figyelj, kösz, Clint. Csak... Most visszaadnád Lucynak? Lucy! Isten verjen meg! Van egy ötletem. Hallgass meg! Olyan Isten! Szabad a pálya! Ha az szabad, hogy olyasmit látok, ami után évekig terápiára kell majd járnom... Hé! Hé, kicsi! Na jó, most mehet! Odas, bogyó! Buttok már a cuccra? A Ritalinra? Nyugtatóra? Hát? Emlékeztek rá, hogy a Kommandóban és a 80-as évek akciófilmjeiben mindig van egy lelkesítő rész? Hát ez az a jelenet. Igen. Nos, számban felülmúlnak minket. Fegyverben és több, a számuk. De van egy dolog, ami bennünk van, de bennük nincs. A vágy, hogy győzzünk! Hát ők is elszántnak kötünk. Fel kell forgatni a helyiséget! Benézünk minden polc alá, minden dobozba! Összeszedünk mindent, ami hasznunkra lehet. Magunkhoz veszünk mindent, amivel ütni lehet. Szerszámokat, köteleket, bármit, aminek hegyes a vége, bármit, ami fűrészes fogú. Többé nem állunk be védekezni. Hagyjuk a harmadikosokat, negyedikeseket, mindegy! Felejtsük el, ki ellen küzdünk, mert most háborúba megyünk! Hajdanán bajnok voltam, azóta meghíztam. A hajon egy része is kihullott, de a szellem a régi. És ezt nem vehetik el tőlem. Soha! Egy csomószor kidoboztam ezekkel a kis görényekkel. Menjetek az arcra! Az a gyöngepont! Ha, ezt rendesen túl lehet adagolni. Na jó, a nyugtató megtette a dolgát. Egy ideig ki lesznek ütve. Ha azt mondjuk, hogy rajta, irány az előcsarnok. Aztán a hátsó ajtón át lét furgonja. Kézen álltok? Rajtunk nem múlik semmi, megcsináljuk. Köztünk van 18 területi bajnoki érem. 3 legértékesebb játékos cím és egy állami bajnoki gyűrű. Véd ezeket, mint te nyerted. Pontosan, de a csapat tagja vagyok, és ezzel most mind bajnokká válunk. Felkészültünk rá? Igen! Igen, igen! Meleg vagyok! Ó, tudtam én, baszod! Hatachi, kész vagy? Igen, Hatachi kész a halálra. Apám mondott egy történetet. A békáról meg a hernyóról. Így mondta, tél volt. És a béka egy hólepte ágon ült. Felnézett, és meglátta a hernyót, és megkérdezte... Túl bűlére ereszted. Menjünk inkább labdázni! Hello, srácok. Oké, elintézem. Gyerünk!
Viseld a gondját! És a mi szüleinkkel. Baszki! Mit? Mi van? Majd van kívül. Rejtőzött. Még jó, hogy megúsztunk. Nézzétek! Isten! Kapd be! Ettől csak kifingott. Ez az. Megjöttünk. Ez Danville. Legalább nem Ford Chicken. Üdv Danville-ben. Ez legalább nem Ford Chicken. Úristen! Kijutottak? Szarabul érezném magam, ha ezek nem Danville-i tahók lennének. Most már tényleg nincsen üzemanyagunk. Ne kószáljatok el! Hé, hol van Doug? Ott van. Doug, gyere! Nem, ti gyertek ide! A gyerekvírus hatása porig égett iskolák, a szakértők döbbenten állnak. Hé, az Indiana. Az meg Ohio. Ragályá lett.
Hivatalosan járványnak kell hívni. Földrajzi értelemben nagyobb területet fed. Az a Fort Chickeny üzen. Baromfi révén. Van valami a menzán, amit a telepről hoztak? Csirkefalat! Persze! Az étellel terjed. Ha rá tudnám tenni a kezem pár endonukleózista, mindegyik egy másfajta genomot vesz célba, amivel eléri... Már megint elkezdted. Rebecca! Csöndet kérek! Na tessék, ezúttal tényleg beszéltem. Ha izolálhatnánk a vírust és fehérjét vonnánk ki belőle, akkor... Vág, egyszerűsítsd le egy kicsit! Ha lenne egy fertőzött falat, akkor talán készíthetnék egy vakcinát a vírus ellen. Mindenki jól van? Igen, itt vagyunk. Megúsztuk, nem? Oh, kurvára utálom Denville-t. Csak maradjunk együtt. Jól van. Semmit se látok. Keressük valamit. Én vagyok. Oh, ezek szuperholmik, mintha... Erre menjünk. Jesszus, ez mind falatka. Kapóra jössz, picikém. Na, elég a kotlásból. A kotlásból. Értitek a viccet? Na jó, gyerünk. Ez nem víz!
csak pöcsök. Nézzük! Hová megyünk? Ahová egy gyerek sem menne. Véd, hogy találtál meg? Mindig tudom, hol találom a dupla ek. Az ek, a dupla ek, a dupla ek, a dupla eke! Magyar hangok. Csőre Gábor, Molnár Ilona, Kerekes József, Seszták Szabolcs, Seder Gábor, Nemes Takács Kata, Nagy Gereben, Pál Dániel Máté, Herman Lilla, Kapácsi Miklós, Fezdlan Béla, Vári Attila, Császár András, Élő Balázs, Kiskovács Luca, Téglás Judit, Lipcsei Borbála, Sági Tímea, Szabó Máté, Király Adrián. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök Másik Zoltán, vágó Vünns Attila, gyártásvezető Szellő Ágnes, szinkronrendező Kemendi Balázs, produkciós vezető Földi Tamás. A szinkron a Universal Pictures megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Balázsi Gyula műtermében készült 2015-ben. Forgalmazza a Select 86 Kft. És a béka megkúrta a hernyót.